Sziasztok! Sári vagyok a Meseerdőből. Mára egy igazi tavaszi mesét hoztam nektek. Megfigyeltétek már a változásokat a természetben? Ha nem, akkor menjetek el egy sétára, vagy nézzetek ki az ablakon. A mai mese egy kis hernyócskáról fog szólni. Fogadjátok sok szeretettel! Erik Kári, a telhetetlen hernyócska. A holdfényben egy kis tojás feküdt egy levélem. Egy vasárnap reggel, amikor melegen sütött a nap, hopp, a tojásból kibújt egy apró és nagyon éhes hernyócska. Elindult ennivalót keresni. Hétfőn keresztül rágta magát egy almán, de még mindig éhes volt. Kedden keresztül rágta magát két körtén, de még mindig éhes volt. Szerdán keresztül rágta magát három szilván, de még mindig éhes volt. Csütörtökön keresztül rágta magát négy eprem, de még mindig éhes volt. Pénteken keresztül rágta magát öt narancsom, de még mindig éhes volt. Szombaton keresztül rágta magát egy szelet csoki tortám, egy fagylaltom, egy kovászos uborkám, egy szelet sajtom, egy szalámi, egy nyalókán, egy meggyes rétesen, egy kolbászom, egy süteményem, és egy szelet görögdinnyém. Aznap este megfájdult a hasa. Másnap megint vasárnap volt. A hernyocska keresztül rágta magát egy szép zöld levélen, és utána sokkal jobban érezte magát. Már nem volt éhes, és apró hernyocska sem volt többé. Nagy, kövér hernyó lett belőle. Kis házat épített maga köré, ő úgy mondta, bebábozódott. Így maradt több mint két hétig. Aztán kis lyukat rágcsált a bábom, keresztül fúrta magát, és gyönyörű pillangó lett belőle. Remélem tetszett a mese, és élőben is hamarosan találkozhatunk. Sziasztok!